És mondja, cikám, hol vagy sár? Olyan hihetetlen, hogy már ebbe a korba van, az, már hogy még ebbe a korba van, de már őt a betűk érdekli. Hát nagyon okos, hát ezt már régen tudjuk, hogy okos kisgyerek. Hát az látszott elsőre. TV bemondó lesz belőle. Ja. Jó, jó, fogjárás. Nézd, ott is. Na? Mesélj. Olvassál nekem? Nagy a huncut vagy. Aldi. Bécsi virsli, az van odaírva. De mondd, hogy Bécsi virsli, most már elég volt ebből a baba nyelvből. Igen. Azt mondd, hogy Aldi. Azt mondd, hogy Aldi. Aldi. És te leszel az Aldi reklámja. Aldi, azt mondd. Hogy jó kezdett, hogy csak folytatni kell. Jaj, te. Te kis mama, te. De jó. Jó volt lent a mamánál. Igen, nagyon jó. Ne is mondd. Peti, nagyon keves ideig voltál. Hát én nem voltam. Hát én csak... Peti a pénteken mentünk, az Peti már vasárnap délelőtt jött vissza, mi meg csütörtök. De hát az is jó volt. Uh-huh. Kevés de volt. Jobb lenne nyerni a lotton, és akkor nem kéne dolgozni, szerintem az jó lenne. Nem is itt kéne. Én próbálkozom erősen. De hát nem adott föl tegnap lottót. Tegnap elfelejtettem, hogy most én vagyok a hibás egy napja, hogy nem adtam. Pedig már nyerhettünk volna a lotton, holnap nem kéne mennem dolgozni. Te vagy a hibás, hogy nem nyerhetünk. Nem tudom, hogy elvittél. Megtámad a kacsa! Megtámad a kacsa! Jaj, a kacsa megtámad! Megtámad a kacsa téged! Mögösz! Kacsa már ülés, elmegyesz téged! Mögösz! Jézus is! Látjuk, Aldi, oda van. Oda van, hogy Aldi, majd kapsz egy Aldi tetoválást most már. De hogyha most Lidl újságot olvastánk, akkor azt mutogat. Tehát mindig, ami éppen van, azt kell mutogatni. Mutasd meg az újságot a mamának. Újságot? Az újságot mutasd meg a mamának. Megmutatom mamának? Hagyj nézzem. Mutasd meg az újságot. Gyere, hozd ide. Mutasd meg mamának. Úristen, egész belevőrösödik. Fogd meg így, és mutasd meg mamát. Gyere, mutasd, mi van ott. Jaj, de szépen. Édes vagy. Jaj, de édes. Nézd, hogy milyen nagynak tűnik, amikor gyorságot olvas. Olyan aranyos, úgy összeharabdálnám most. Különben is olyan nagy már. Olyan nagy, igen. Hát, ne is mondd, anyu. Tényleg most lehet már mondani rá, hogy... Hogy lehet ilyen nagy? Kinyitjuk, jó. Hogy lehet ilyen nagy valaki? Akkorát, mert most megint mióta nem láttam. Hát, én hallom, hogy tényleg, hát amikre azt gondoltuk, hogy őszre jó lesz, hogy kaptunk valahonnan nadrágot, meg cipőt. Nem, kell, le kellett. Amit vettünk benti cipőnek, a bölcsibe egy ilyen kis tornacipőt, azt most be kellett fogni. Tehát most abban van az udvaron meg mindenütt, szóval egy új benti cipőt kell venni, mert ami volt neki a nyári cipője, azt kimentek. Úgyhogy én már nem is tudom téli cipőbe, majd mekkora kell, hogy addigra mekkora lesz a lába, mert nem merek előre venni semmit, mert félek, hogy mire oda kerül a sor, hogy föl kell venni, addigra már nem lesz jó. Minden, de a kardigány, az is őszi kardigán, ami tényleg egész nyáron ugye nem hordtuk, tavasszal még tök nagy volt rá, hát kint van a pocakja a síkba, tehát tudod, fölugrik a dereka, a gatya lejjebb van, azt a pocakja meg kint van. Mármint nem, mert a póló rajta van, csak... Hogy mondtam Petinek? Milán integetsz nekem? Milán integetsz már nagyon van. Integetsz nekem? Integetsz mamának? Szegény dolgoztatom, majd jó, rám fog unni, vagy itt mindig kérek tőle valamit. Akkor kérünk ott van, amikor elmegy. Na, azt mit csináltatok ma? Meséljetek. Csak most ébredtünk föl. Ja, úristen! Jézus már, akkor mit fogtok most csinálni? Most ébredtünk föl, de csak most reggeliztem. És mit fogtok csinálni? Nézitek a tévét?
Én el kell mennem fodrászhoz. Na, na szép. Mennyibe kerül a fodrászod Kanadába? Itt most 18, de van 16 vagy 18. 16, de van kupon. $3, kuponozik. $13. Kuponozik. Ja, küldtem magam kuponok. Mennyi most a dollár? 300? 250? 200 valamennyi. Hát a kanadai átlag gyengébb. Aha. Nem tudom pont, de 200 körül szokott. Hogy vagy, Andi? Jól vagyok, köszönöm szépen. Jól vagyunk, minden rendben. Majd éppen orchideát akarok átültetni. De tudod, Éva, fáradt nekem, hogy én majd itt ne beelgessem, mert én nála tönkre megyek.